Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, Mr. Blue csatornáján, Mr. Blue vagyok, és ma itt van velem Andrew, a Haha Kocka főszerkesztője. Sziasztok! Sziasztok, és akkor köszönöm, most a hogy... Univerzumról fogunk beszélgetni. Reméljük, mindenkit tetszeni fog az adást, és előre is jó szórakozást kívánunk. Na, akkor azt mondom, Andrew, neked melyik a kedvenc Star Trek filmben, melyiket szereted a legjobban? Melyiket? Hát a régek közül a második rész, ugye a Khan haragja, jól nem hiszem, hogy igen, Khan haragja. Az újakból meg, hát igazán mind a kettő tetszett, de talán még az előző rész után jobban tetszett a pici, mint a tavalyi, de... Tehát a 2009-es az is nagyon tetszett. Jövök hát az első Star Trek, még az első, de az inkább amiatt, mert az ilyen régi ilyen retro hangulatot, meg feelinget hoz vissza, mert nem amiatt nem mondjuk annyira... Tehát akkor menjünk is sorba, és akkor az első Star Trek, tehát a Star Trek One Piece, tehát az első mozifilm Star Trek, ami 79-es film, arról neked mi a véleményednek, az mennyire tetszett, hogy jött be neked ez a film? Hát mondom, nekem leginkább a hangulata tetszett igazából, meg az, hogy egy egészen új világot adott be először, ugye elevein újdonságot, főleg a Star Wars után, mert kicsit más ugye, mint a Star Wars, azért nem lehet összehasonlítani a kettőt, de meg az is tetszett benne, hogy tényleg nagyon ilyen különleges volt, ilyen érdekes pszichológiai, meg ilyen filozófiai kérdéseket vetett föl, hát tényleg ilyen elgondolkoztató volt, nagyon sok technológiai elemet vett föl, ami szintén megvalósulni látszik egyébként, meg a Star Wars-ban is ugye vannak elemek, amiket már lassan megvalósulnak. Meg ugye az idegennek ugye emberek ugye együtt. Az idegennek emberek, ez is, meg az, hogy hát akkoriban még látványos is volt viszonylag, bár ma már ugye lehet, mert nevett igényel rajta az ember. Hát, aztán kapott valami díjat a 80-as Oscarra, ha nem is, aztán vagy talán a Golden Globe díjat, amit kapott az effektek, hogy az Oscart ugye elvitte a Star Wars-nak ugye az elvitte a Star Wars második része ugye elvitte az Oscart tőle, ugye 80-ban, ugye már azért, ugye az 80-ban. Hát azért jobb volt, az meg több pénz is volt benne. Jobb volt, ez elvitte az Oscart, de ők is kaptak díjat, és a Golden Globe-on, meg azért aranyból Amerikában elismerték. Ugye ez inkább Amerikában volt sikeres, még ugye a Star Wars, ugye Európában is nagy siker volt nálunk is. Például a Star Trek az csak azt hiszem 80-as évek végén volt bemutatva legelőször, a Star Trek első mozifilm, még ugye a Star Wars meg, az meg egy évvel később már bejött, ami akkor még nagy dolog volt, és ráadásul szinkronnal is. Mm-hmm. Tehát az akkor az nagy dolog volt, de... Nyilván te is mondtad, nagyobb Star Wars rajongó vagy, de azért a Star Trek-et is elismered, és gondolom, akkor neked is tetszett ez a film, ez a... Hát persze, pont ezek alapján is, meg az, hogy tényleg így változatos volt mind a filmsorozat, mind a tévésorozat, mint a tévésorozat is láttad, de az még így előtte volt, az volt az első igazából ilyen szívű. Igen, a 66-os, ugye. Abban a trükkök, ugye, mint van az, amikor az harcsa az a gumi gyika, az a Gornal, a kapitány ugye harcolva, az eléggé nevetséges már, de hát ez nagyon-nagyon, de hát akkoriban még az is eléggé viszonylag látványos volt, főleg a díszletek az elrendezés, hogy mindig Star Trek egész jól. Nem voltak, a díszleteket igen. Szépen megcsinálták, tehát ott látom. Tán kapott is Oscart valamelyik film utána később, és nem emlékszem így. Nagyon, tehát azzal nem volt igazából gond, művészeti rendezés. Ugye effektettem, akkor nem nagyon, mert számítógépes technika, akkor nagyon békesek alatt, nagyon minimális volt az effekt. Inkább ugye csak speciális effektek voltak, tehát ugye vizuális effektek, ugye CGI nem volt szinte. Vagy nagyon kezdetben, nagyon-nagyon hát igen, de sokan meg ezt szerették, ezt a makert, meg design, díszlet design. Akkor még ugye nem volt zöld, hát akkor kék háttér volt, és minden kék háttér előtt ment, ugye, meg ugye minden alatt makettekkel. Hát de igen, azt igen. Szerintem a filmek maga nem tudom. De a sorozat az tényleg változatos, érdekes volt. A sorozat teljesen jó. Én majd napot megtudom, hogy tudom érdezni. Igen. Hát meg olyan kérdéseket vett fel, mondom, amik ma is fontosak. Az más kérdés, hogy a látvány tekintetében már sokszor már szinte ilyen, ilyen humorosak, sokszor parodizálják is egyébként. Igen, sokszor már ugye... Aztán tudod, de volt is egy ilyen, amire erre rájátszott még egy lapáttal körülbelül a Leonard Nimoy, ezt tudod, Spock, az idős, az igazi régi Spock, ő csinált egy ilyen hobbit meséje, ez a rajzfilm, ez 80 vagy 70-es években volt, így ez a rajzfilm. Hobbithoz volt egy, meg azt mondom, hogy Youtube-ban is volt egy, és akkor csinált egy ilyen Bilbo Baggins számot, az ma is terjed még a Youtube-on, meg a neten. Igen, tehát ő, mert ő is egy ilyen nagy, úgymond ő is egy nagy kocka, azt elismerte, tehát imád minden filmet, mert ugye szeret ezzel szerepelni, de ugye ugye szereti, kis tudja jó parodizálni, tehát meg elkapja azt, amit ugye esetek, akik nem szeretnek, és akkor azon jó tudnak röldni. Ugye a paródián igazából úgymond a negatív, vagy az a rész, akit ugye lehet, hogy mi szeretjük, de ilyesek, nem szeret, az még jobban röld rajta, vagy még jobban tud rajta kicsit gúnyolódni. Igazából az arra szolgált, de kedvesen, tehát nem, aki szereti, az se degradálta lesz, mint a maga filmeket. Hát ez nem az a paródia fajta, ami már ilyen sértő lenne, meg nem tudom, rajongóknak is, meg nem tudom. De meg akkor költségvetés azért nagy volt, 46 millió dollárból elkészíteni egy filmet, ugye 79-ben,
ugye ez az szárteges. Ez ilyen drága volt, mondjuk egy Star Wars képest ez nem olyan látványos. Tehát... 46 millió volt, és ugye 140 milliót hozott ugye a konyhára ugye nekik ugye a filma. Ugye ez egy nagy siker, tehát ez akkor 140 millió dollár. Hát nagy siker volt, nem is hiába volt, annyi folytatása. Neked mi tetszett benne, vagy? Hát én a legjobb azt szerettem ebben a filmben, hogy ez volt ez igazi, itt igazi űropera cifi, tehát ugye az, mint a Star Warsnál, ugye, tehát hogy ugye nem csak egy ilyen sima mezei cifi, hanem ugye, ugye az a igazi űropera, tehát hogy az emberek ugye fönnök a üzében minden, ugye minden futurisztikus minden, ugye különböző idegen lények, különböző idegen kultúrákat ismerhetünk meg, és ezek olyan reflektálnak, ugye mindegyik faj ugye reflektál valamelyik földi népre, ugye azt hiszem, a, még úgy is csinálták meg, ugye a hidegháború alatt készült, hogy a klingonok voltak ugye a oroszok, ugye a szovjetek. Ja, igen, igen. Hatáshoz volt rá, sőt volt, hogy visszamentek az időbe, és konkrétan ez a szovjet. És akkor konkrétan ott voltak ugye a szovjetek, és akik például ugye ott vannak ugye, akik megalapították ugye velük együtt a Bolygók Egyesült Szövetséget, ugye az andorraiak, meg ugye voltak az angolok, ugye, mert ugye az amerikai angolok ugye a legnagyobb, ugye két nagy szövetséges mindig, és ugye ők voltak ugye egymásai mind a szövetség. Tehát mindegyik faj valamelyik reflektál valamelyik emberi ugye népcsoportra, meg ugye rengeteg ugye ott vannak ugye a borgok, meg egyértelműen ugye az izére reflektáltak teljesen, tehát erre a robotikára. A robotika, ugye. Igen, az is van, de egy olyan erős része a robotika, meg a befolyásolás, az intelligencia része, meg a volt. És nekem nagyon tetszett, ez nekem nagyon bejött, tehát ugye, és lehet látni, tehát láthatóan, tehát lát, te, akinek van egy kis ütni valami, hogy ismer ezeket a dolgok, az látja rögtön, hogy mire akar reflektálni, tehát annyira nincsen elrejtve, viszont nincs is nagyon kihangsúlyva, tehát pont kellene ezt. Hát nem mondják ezt szó szerint, hogy erre is erre figyelj. Igen, 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 de épp ezért is jó. De a másik rész az még jobb volt szerintem. Igen, és akkor most jön ugye folytassuk a másik, a Khan haragja, ami mai napig egyik legjobb Star Trek filmként van meghagyva ugye a régi Star Trek filmek között. Tehát ugye a mai napig az a rajongók, meg ugye talán ebből van a legtöbb ugye ilyen ikonikus akciófigura, és minden ugye a Khanból, mert ugye amikor a Khan meg a Spock, ugye a Khan, ugye a Spock haldoklik, ugye meg is hal, és akkor ugye a Khan meg ugye a Picardia harcol, ugye, és most nem a Picard, hanem ugye a körkapitán harcolnak ugye ott len, a hangárban, mert minden, az ugye meg ott a reaktorteremben, az nagyon ikonikus, és abban rengeteg figura is van például, rengeteg ilyen, úgymond ilyen kockáknak ugye ilyen relikvia, nekem is egy olyan figura, amit kaptam, hogy a még karácsonyra régebben, hogy a ilyen Spock figura, ott haldok is mellettem, hogy a Khan figura, meg a egy ilyen háromszettes figura. Ja, igen, igen. Erről volt, nagy ilyen őrület volt körülötte. Ez nagyon antik dolog, és ugye ezeket imádom, és nekem is megvan, és ez annyira nagy film volt, tehát hogy az például már csak 11 millió dollárból készült a második rész, mert ugye kicsit megbukott annak idén a Star Trek külföldön, mert ugye csak Amerikán is ugye a producerek nem adtak annyi pénzt, és 11 millióból készült, viszont hozott 97 milliót, tehát megint megerősítette őket, hogy legyen majd harmadik rész. Igen, érdekes dolog, pedig az még talán látványosabb is volt valamelyest a második rész. Igen, mert hát ugye 82-ben három év ugye fejlődött kicsit a technikus, hát igen. Hát volt ugye számítógép effekt ugye valamennyire. Tehát már pedig olcsóbb volt. Igen, 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 de szerintem az is, az már te, a Star Trek, a Khan-nál azt el lehet mondani, hogy a régi Star Trek az ugye komorabb, meg ugye abban nincs annyi poénkodás, meg abban nincsen. Azt hiszem az egyenruhák is másképp, és nem látom azt mondani, hogy pizsomát. Hát inkább a sorozatban van talán. Igen, ugye, hogy pizsomát, ugye mindig azt mondják, hogy pizsomát viselhet. Ja, igen. Pizsoma van rajta, ugye azzal szólták, ugye, akik utalják, de hát nem pizsoma, hanem ilyen kezes lábas, ugye kényelmes egyenruha mondjuk így. De ugye megvan magyarázva, hogy miért, ugye sorozat megvan, hogy miért magyarázva. Majdnem mindent megmagyaráznak, ebbe is jó, hogy... Hát, hogy minek az a durva egyenruha, ugye ez is ugye a Föderáció, ugye a legtöbb olyan, ami fegyver sincsen. Tehát ezek nem úgy katonák, mint mondjuk a Mass Effect vagy Binary, de biztosít a játékokban, ugye tele van az... Ugye, nem egy rohamosztagosok, igen, ugye... Nem bűrtengeri tagság, hanem csak egy egyszerűen ugye, ilyen béke, ugye misszió, béke federáció. Hogy akkor felfedezni akarják a környező... A fegyverük is csak azok a fézerek vannak, meg egy-két talán ilyen eltelelő... Ha meg ilyen bénító, vagy altató, vagy nem tudom, ilyesmi, nem is olyan fegyvert használnak. Nem lehetünk rendezkedni a gyilkolásra, igen. De viszont az igen népek között igen. Tehát azok megölik őket, de ők nem, és ez is akart szerintem ugye az izélemmi kicsit, hogy ilyen, hogy a hidegháború éveitől nagyon ugye Amerika, Oroszország ugye egymásnak feszültek, és kicsit, hogy... Ez érződött a Star Trek-en. Békésen is lehet gyűlölködni mondjuk így, talán nem, ha is van. Tehát hogy izé, de mégsem igazából nem tudom. Gyilkosság nem nagyon volt a film igazából, hogy nagyon kevesen haltam meg, vagy nem nagyon mutatták film. Hát minden... ilyen szabban próbáltak keresztény értékeket is, ha mondhatnánk ki. Igen, mert ugye Ron Pember, ő nagy keresztény volt. Igen.
Gamber, ugye Jim Romberry, tehát ő nagyon, nagy, ő nagyon keresztény volt, de mégis ugye hitt ez ebben a, tehát a földön kívül ebben mindenet hitt, de mert a keresztény, mondjuk ez a kettő nem zárja kérdés, de mert a keresztény volt, és ugye belevitt a könyveiben, úgymond meg a sorozatban, a filmekben ezt a keresztény dolgokat, meg ugye a vallás is ugye erről sok van. Hát igen, az, az nagyon, azt is körüllengik a vallást, akkor néha még a western, tehát ilyen különböző műfajok egy-egy részben, főleg a sorozatban, de itt a filmek között is előjön western, horrorisztikus elemek, érdekes. Amikor a bolygón, tehát ilyen lávaszony vagy a mocsánszony, akkor egy epizódot csak annak szerint a sorozatban is igen. Azt legyőzi, tehát ugye benne vannak egyet. De itt a Khanban itt ugye a szereplők is jót fejlődtek, mert például Ricardo Montalban, ugye ő a Khan, ő az egyik ikonikus figurája is, már a szerep, meg az egyik legjobb. Ricardo Montalban, nem tudom, hogy a nézők tudják, hogy neki van olyan, egy ilyen 15 cent is, nem a régi eredeti, a 82-es figurája, ami ma már azt hiszem 7-800 dollárt ér, akinek van eredeti, nem mit, tehát annyira, akkor volt ilyen 3 dollár, de most már akkor egy különös karakter lesz, szerintem 1000 dollárt is magadnak érte, hogy ilyen őrült. Hát akkor ezzel a részsel akkor azt mondhatjuk, hogy elkezdődött a merchandising, hát tudod, ami a Star Wars-nál már korábban. Nem tudom, te mennyire vagy, de én a régi sorozatból, nekem ez a kedvencem, mert ez tényleg... Hát nekem is, már a filmek közül, igen. Igen. Igazi cifi, tehát egy igazi szórakoztató, ez már kicsit popcornosabb, tehát ebben nem annyit elmélkedem. De azért komolyabb is valamelyest, vagy valamelyest megtartotta azt az ívét, igen, de vannak benne humoros. De szórakoztató, tehát annak is, aki jobban szereti, tehát aki jobban Star Wars-os, és szereti ezt a látványt, annak ez jobban fog tetszni. Adagját, mert van benne látvány, és a korához képest igazán szerintem látva, és főleg most már kiadtak, hogy fölítva a Blu-ray-n, és a képminőség is ugye teljesen föl van javítva, ugye eredeti, ugye jobb állt, tehát az operatőr által jobb állt, hogy képaránya van, tehát nem tudod ilyen utólag izé, tehát hogy eredeti, és ugye az a fölítva is így szél. Igen, az a legjobb egyébként, az a legjobb Blu-ray kiadás, ami az operatőr hagyja. Az nagyon szép tud lenni, ott akkor az gyönyörű tud lenni, igazából ez már gyönyörű, tehát valami már tényleg gyönyörű. Tehát már mint aki jön a monitorból, vagy a tévéből, amikor nézheted. Ja, igen, főleg Full HD-vel, igen. Igen, az nagyon szép tud lenni. És akkor most a Star Trek, ugye a harmadik, ez a Spock nyomában című film, az ugye már, ott már voltak problémák, ugye sokan nem szerették, hogy ez Leonard Nimoy is rendezte, és ez inkább megint egy kicsit elmélkedősebb, ugye, hogy a Spocknak keresik úgymond a lelkét, meg aztán a testét. Na igen, igen, nem keresgeli. Nem annyi. Hát mondjuk ez spoiler, talán a végén azt hiszem előkerül, valahogy így, nem? Igen, előkerül, de szerintem már mindenki látta, hogy régi filmekről beszélünk. Igen, hát most ez már most 30 éves, úgyhogy... Igen, tehát szerintem itt már nyugodtan beszéltünk, hogy jó esik. Igen. Úgyhogy neked erről mi a véleményed, Android? Hát én is így vagyok, ez a elmegy kategória. Nem rossz film, csak nem biztos, hogy mondjuk annyiszor nézni újra az ember, mint az előzőt, de nincs, nem olyan emlékezetes, meg kicsit gagyi, nem a maga a látvány van megoldva gagyi, hanem tényleg ez, amit mondtál is, ez a keresgélés szerintem egy kicsit elősadt talán. Ebben nagyon kijön a vallás, tehát mi lesz a Spock lelkével. Ja, igen, a vallás. És ugye a legtöbb szereplő például, ugye ott van például ugye a orvos, ugye velük, ugye, akivel ugye a Spock, meg ugye ott szokott el mindig ugye, ugye a kapitány, meg az orvos, ők hárman, ugye, akik mindig ugye együtt vannak, ugye úgymond ilyen haverok, de ugye a Bones, ugye... Ez is erős vonal, ugye egyébként a Star Trekben ez a haveri... keresztény, és ugye ő keresztény, azt hiszem ugye a Spock, ugye meg ugye a saját népének a vallását ugye űzi, tehát ilyen spirituális vallásuk van ugye a vulkának igen, a vallás, az is jó meg van valósítva, igen. Tehát ő annyira nem vallásos, ő meg is mondja, hogy ő annyira nem vallásos, valamennyire van... hisz, de nem annyira vallás, nem annyira milyen, nem annyira kutatja, hogy mi lesz a lélked, de úgyhogy meghalsz, inkább csak úgy van egy kis elképzelés. Nem érdekli a részletesen, igen. Így van. Ugye a körkapitán meg azt hiszem, hogy ő metodista, vagy valamit, hogy keresztény a másállát képviselje, és ugye ez a három vallás így a végig gyakorlatilag a teremtés, meg ugye, hogy kerekezett, hogy mivel ezzel, meg hogyan lehetek, kiteremtett az embereket a Isten, vagy a Földön kívül, mert ugye bejönnek ugye ezek a Földön kívül teremtették az embereket. Igen, sorozatban is voltak ilyen részek. Idegen istenek mítosz, itt is megvan ugye meg az összes többi ilyen dolog, és ugye szerintem ez, és akkor időben ilyen dolgokról nem nagyon hallottál. Tehát, hát igen, ez jó volt, hogy ezért belementek ilyen mélyen egy ilyen nagy dologba, az embereket foglalkoztató dologba. És igazából soha nem tették le a filmkészítők, nem azt mondták, hogy így volt, nem így volt, fölvetettek egy ilyen lehetőséget, és mindenki gondolkodja rajta, meg fogadja azt, amit akar, vagy nem. Hát igen. És teljesen jó volt. Ez jó is, hogy nem erőltetik rá, mert vannak olyan filmek, ahol az elentetjük rá. Vagy jobbról, vagy balról rá, teljesen jó, hogy ráöltetik nagyon, vagy nagyon húzva ráöltetik. Már pedig ez az igazság. Jó, ilyen propaganda filmek, igen. Azokat te sem szereted, akkor nem vagy olyan. Nem. Szerintem ez is teljesen vállalható. Nem rossz, mondjuk én nekem nem olyan tetszett, mint az első kettő, de
De maga És ez de a a... végén érdekes, azért van a benne érdekes dolog. Igen, igen, tehát jó, nem rossz film, elmondható. És ugye, ugye itt van a negyedik rész, ugye otthon ugye a Voyager Home, ugye, amit hazamennek, ugye visszautaznak a gyűlöm, és ugye visszamennek ugye San Francisco-ba. Ugye a 86-ban, azt hiszem, igen. 80-ban mennek, ugye 2280-ból visszamennek 80-ba, és van az ikon, amikor bemennek ugye a hamburger házba, ugye a Burger King, vagy Burger Hood, ja, igen. Vannak azért, hogy a jövőben már nincsenek hamburger, mert egészségtelen ételek már nincsenek a jövőben. Igen, azt. Igen, ez jó, ezt tetszett nekem is, ezt ma is lejátszhatnák, még ez a film is már 28, mint én, 28 éves, szóval. Tehát nem egy fiatal darab. De már akkor ezt felvetették. A kapitánok sírva fakad, mert hogy soha nem kóstolta, és mindig csak elhasználom, hogy archívumokban láthat a hamburgerról ízét. Szóval ez nagyon jó kofa volt szerintem, hogy ez így kitalálták. Igen, ez tetszett nekem is, igen, ez egy jó. Viszont a kicsit talán túlon-túl laza lehet, hogy mondja neked, most már elvesztette kicsit tényleg a komolyságát, nem ez a rész, hogy kicsit túl laza, meg ilyen humoros lett, viszont... Igen, amikor Spock hippie lesz, meg ilyesmi, meg igen, igen, meg a pánkok előkerülnek, pizzák, buszok, világa. Igen, aki próbálja marihuanát a Spock, és akkor lesz ugye úgymond érzelmes. Ezt is a Nimoy csinálta egyébként, állítom. Igen, és ő rendezte, de és látszik egyébként, az ő inkább vagy nagyon elmélkedős, vagy vicces, de sosem komoly, tehát, vagy sosem akciódús. Tehát az ő rendezésében nincsenek olyan hatalmas csaták, akcióan, meg szerintem őt az nem érdekli, és az kicsi olyan rendezésében. Szerintem az, ami azért van egy kicsit, talán pont az a legjobb ebben a Star Trekben, mind a kettőnek tudja fogni, legalábbis a legjobb részek, amit te is mondtál, Kán, hogy azért humorosabb volt már, de ugyanúgy megmaradt a komoly. És az akciós olyan volt, hogy látványos volt, és élvezhető akció volt. Itt már kicsit hiányzott, de ez is még egyiket nézhető. De még vállalható, szerintem. Én is azt mondom, hogy ez még 60% vagy 50%. Igen. Ez a két órára megfelelő szerintem, ugye ez elmondhatjuk, hogy ez 21 millió dollárból készült, és ugye 133 milliót hozott, tehát ez már nagyon sikeres volt. Nem csodálkozom, nem néztem meg mindegyiknek így az adatai, de ezen csodálkozom. Igen, tehát ugye én direkt ugye az adásról megnéztem, hogy mindenkinek, a nézőknek ugye jó adást csinálunk ebből, tehát hogy jól részletesen megismerhessék szerintem ezt a univerzumot, ezt aki esetleg nem ismerem, nem annyira, hogy hát a kedvel kap is, akkor belevág, mert szerintem... Igen, ez a lényeg, az egyik lényeg egy ilyen bemutatónak, hogy még több nézőt vagy, mert még több olyan embert, aki hozzon. Teljesen jó a film, tehát a vágás is teljesen nem 20, nem kevés, nem egy másfél órás, de nem is két és fél, meg három órás, tehát nem, két óra teljesen jó van a, tehát a vágás is teljesen, ez a két óra, két perc, ami van a filmnek a játékideje, az tökéletesen se több, se kevesebb, mint amit. Hát igen, igen, ez azért nem a legjobb rész, de megkoszthatja a kedvét egy esetleg később rajongónak, tényleg az a jó, hogyha ezek a filmek. Megnéző, hogy esetleg mondjuk ez a film 180 perc, ahol nem nézem, hogy esetleg 90, és nagyon tetszik, akkor azt mondjuk még néztem volna, de ez pont olyan, hogy esetleg pont a kettő között. Kettő között, de nem veszett a szék közé, igen, az asztal is a szék közé. Így van, így van. Szóval ezt a filmet is szerintem ajánljuk, mert még ez is teljesen megállja a helyét. Tehát még mindig nem az, hogy olyan, hogy jaj Isten, vagy nagyon borzalmas lenne, vagy ezt már kerüljétek, ez még mindig megállja a helyét. Igen, de a következő rész az már nem biztos, hogy így van, nem? Na igen, most elkezdtünk, most jön a, hát most jön a adásunknak a fekete bárhánya. A fekete leves. A végső határa, a finál, a Final Frontrunner. Hát ugye ez William Shatnernek az elsős egyetlen rendezése, amit mondjuk, hogy hála Istennek. Én szeretem William Shatnert, de nem rendezők nem jó. Már én is így vagyok, ez az egyik nagy negatívum a filmnek, meg kicsit a sztori is egy kicsit zagyva, mint ha mindent bele akartak volna. Van itten benne Isten, van itten benne a bolygóknak a... Minden idegenteremtés ugyanúgy csak nem jól van összerakva. Igen, igen. Kis akció is van, de hát az nem sok. És ez nem elég, és az a baj, hogy ez a film 33 millióból készül, ami nem baj, csak az a baj, hogy 13-at hozott. Ez szép. Mondjuk nem, ezek után nem is csoda, amit láthattak az emberek a halaszton. És ez nem is volt bemutatva, csak jó, ez nem moziba se került, még a többi bekerült a moziba, vagy esetleg megjelenünk ugye elég hamar, ugye, amikor kiadták Európában videókazettán. Ez viszont azt hiszem, hogy 94 vagy 95 körülben annyira utás volt, hogy nem értenek semmelyik forgalmazat behozni hozzánk. Ez csak egy külön kis információ, az, hogy nálunk ez nagyon késő jött be. Tehát megvolt már az összes régi film, és ez pont hiányzott. Tehát ugye megvolt ugye a következő is, amiről beszélünk, ugye a hatodik, és az ötödik meg ugye csak jóval később jött meg nálunk. És azt hiszem először csak egy vágott verziót kaptunk, egy 100 perc, ugye lehetett a 106 perces, és egy ilyen 90 perces kaptunk, aztán később aztán a DVD-n megjelent ugye a 106 perces, mert ugye annyira nem álltad benne a potenciált. Szóval vannak olyan Star Wars-rajongók, akik kifejezetten imádják ezt, mert nem tudom, tudod-e. Van egy olyan réteg, amiről beszéltünk ugye még adásra, hogy mindig van egy olyan réteg, aki viszont imád egy olyan filmet, amit sokan utál. Hát igen, Pókenberni és a Batman Robin, szóval igen. Persze. Neked arra mi a véleményed? Hogy tetszett ez a végső határ? Nekem nem tetszett, tehát ez a leginkább a rendelés, amit te is mondtál, meg ez,
hogy kicsit nekem a történet az ilyen zagyvaságot. A forgatókönyv is világcsert. Azt mondom, hát ez nem olyan volt, de az előző nem tudta az arányokat tartani, meg már túl sok minden belement, miközben ugye, elég ér, az akciójelenetek, az effektek, amit mondtál, tényleg azok nem voltak jók. Pedig már ugye 89-es filmről beszélünk itt, azért már illettek volna egy kicsit jobb effektet a belelelke szerintem. Hát igen. Itt már nem mutatták azt, hogy csak a 33 millió, meg többet ért. Hát például, figyelj, hát például 90-es, vagy 91-es volt a ugye Terminator 2, hát igen, az máig egy mérföldkő szinte technikával. És ez a két év az nem olyan sok? Hát nem, főleg akkor, mert körülbelül akkor ugye egy szinten nem nagyon változtak a technikával. Tehát amikor ezt bemutattam, akkor kezdték forgatni a Terminator 2, tehát úgy igen, mondom, ugye akkor még másfél-két évig készült egy film, ha nem tovább. Hát igen, nem úgy, mint ma. Már ma is néha, tehát most az Avatar például úgy van, hogy leforgatják, utána még 3-4 évet várnak. Igen, de az Avatar azért, mert más filmek ugye elkezdik forgatni egyik évben október, másik októberben már kimond, de nem ezzel múlik, ez csak egy ilyen mellékes dolog, de az a lényeg, hogy régen sokkal többet kellett várni a filmekre, és akkor tényleg a kettős, hogy vagy az a rengeteg, az a 4-5 év munka, ami minden együtt belet a tervezés, az első tervezést, a storyboardtól kezdve a végső vágásig, ugye a moziba kerülésig, vagy hozott eredményt, vagy buktad az egészet. Ja, hát igen, igen. Igen. Na de akkor utolsó Star Trek, a régi sorozat, a Star Trek 6. Ez ugye az ismeretlen kontinens, ugye az undiscovered country, az például azt például szerintem elég tisztességes. Na, hát az a tervezőhöz képest egy fejlődés, igen. Ez ilyen kicsit ilyen hidegháború, tehát itt a klingonok voltak az oroszok, és ugye mindenki más meg az amerikaiak. Úgy gyakorlatilag a két birodalom, ahogy ott is azt mondom, leírás, vagy a végső leszámolás, vagy a háborúra készül. Igen, kicsit igaz, az érződött is, ez egy jó kis frissesség volt végre. Most végre ugye a kommunizmusnak állunk, és ugye 91-ben is ez a film azért készült, hogy kicsit lezárja ugye ezt a, de akkor még ugye az emberek benne voltak ebben a dologban. Ugye akkor is véget mondom a kommunizmus, és ez a film teljesen kommunizmusra reflektált ez a film. Annak a végére, ugye amikor ugye elkezdték forgatni ezt a filmet, 90-ben akkor lombott a berlini fal. Ja, igen, milyen érdekes ilyen párhuzamok vannak, igen. Igen, akkor kezdték, és ugye akkor eredetileg nem erről szólt, eredetileg ez csak egy ilyen sima akció lett van a klingonokkal, csak úgy döntött ugye a Nicholas Meyer, ugye ő volt a rendező meg a forgatókönyvíró, és hogy akkor vegyék bele ezt a kicsit ugye a... Hát lefekte, mintha a mi múltunk, ugye ez lenne a mi jövőnk, és a mi múltunk, ami ugye valós időben volt, az legyen hozzá. És szerintem ez nagyon jól lehet, hogy belevették ilyen Star Trek-es jövőségbe. Na igen, ezt nekem is tetszett ez a múlt jövő. Ezt mindig, ezt amúgy is szeretem, ezt a tematikát, amikor múlt meg a jövővel. És ráadásul úgy tehetek, hogy nem lett hülyeség, hanem jót értek el vele, tehát mindenki csak díjazta, hogy... Na igen, mert ezt el lehet cseszni. Hogy elhiszem, hogy tényleg ilyen lesz a jövő az eseménytől. De mondjuk még esetezett annyira, mint az első két rész, de... De jó volt, mint az előző. Hát az egyértelmű, igen. Látható, hogy itt a rendező is azért tudja, mit akar, meg ugye volt... Nem tudom, azért korábban már valami hasonló? Recipe-t, vagy valami akciót? Nem nagyon, ahogy néztem, ő nem nagyon rendezett. Izét rendezett, Star Trekből sorozatot rendezett, tehát ő sorozat epizódokat rendezett. De hoppá, most nézem, nem csoda, mert a Khan haragját is ő rendezte. Azt rendezte, meg ugye a sorozat, meg ugye a másik, ugye... Ja, a tévésorozatban. Még a régibe? Vagy a... Igen, így van. Tehát ugye meg a régibe rendezett. Hát ez látszik. Na, hát ilyen az, amikor látszik, hogy tapasztalt, meg jó hát direktor. Hát ő a Star Trekről híres, ugye Star Trekről, meg az új filmekben ugye kreatív konzultáns volt. Már a mostani új film. Ő legalább benne van. Hát látszik, hogy visszatérésre javult a film, tehát ez látszik, hogy ő tud valamit. Ez már hát a bevételek is, hogy a 27 millió dollárból készült, és 97 milliót hozott. Na. Tehát ugye itt már nem beszéltünk buktára. Minden téren akkor előre elmenek. És ez nálam is premierben volt azért, hogy 91. december 6 volt Amerikában, és nálam meg 92. februárban volt. Tehát az a két hónap az nem sok, teljesen szinkronnal volt. Hát, főleg régen, mert volt, hogy egy évet kellett várni, vagy akár több hónapot. Ugye ez volt az első film, nem tudom, egy kis, amit az Intercom forgalmazott Magyarországon, és az Intercom ugye híres volt, hogy megpróbáltam mindig, hogy akkor még legalább még jobb, hogy a magyaroknak is jó utat adni, úgymond. És te is aztán pont 91-ben születtél, ugye? Igen, csak én februári vagyok, ugye ez a film egy december. Igen. És ugye, de én abban igen. Akkor még nem láthattad. Igen, tehát ez is egy most a 24 éves film, ezt mondtad én is, úgyhogy ez és már egy öreg filmről beszélünk, de én szeretem, tehát ez is egy bárhoz. Látványra jobb egyébként az előző kettő, az biztos. Persze, és akkor most a következő, ugye ez már az új generációból lesz, ugye a Star Trek generációk, ugye ez egy 94-es. Nemzedékek, igen. Már effekthibáról nem beszéltünk, tehát ugye itt már ugye az effektek nagyon helyen vannak, ugye 35 millió dollárból készült, és 120 milliót hozott a film. Ez már teljesen, szerintem ez teljesen vállalható, ugye Picard kapitány is
teljesen jó, tehát hogy... Az furcsa esetek egyike, vagyis a pozitív esetek egyik, amikor igen, egy váltás után, mint a Bonnál is, kivételesen a váltás nem igen, hoz minőségbeli romlás, tehát ez egy jó. Volt, igen. És ez nagyon ritka, ezt tényleg mondottam. Látvány is jó volt, csak nekem a történet nem jött be annyira. Igen, talán a főgonosz ugye ez meg a tudós, ugye, aki a jövőkkel meg ilyen izékkel hát így szórakozott, tehát így, ugye, ő például nem volt a helyzet. Hát nem volt olyan, mint a Kán, ugye, vagy nem tudom, lehet hasonlóan. Nem volt egy ikonikus gonosz. Nem volt egy ikonikus gonosz, úgymond. Sokszor van, hogy csak ennyi a probléma, de ez is sokat tud latba nyomni. Persze, számít, hogy egy ilyen fő konfliktus szál nincs úgy kidolgozva szerintem. Igen. Pedig arra... Hát, visszahozták ugye a William Shatnert, ugye, tehát ugye visszajött, ugye James T. Kirk ugye visszajött, és ugye... Ez hogy is jött vissza? Nem emlékszem konkrétan, ez hogy tán... időhúrtam, ugye bemegy a végén ugye a Picard kapit egy időhúrokba, amit ugye az a őrültudós nyit meg, ugye. Ja, igen. És akkor ugye ő meg is halt, tehát úgy zárják, ő máshol, ő meghalt, és ugye a végén eltemet ugye a Picard, és ezért igazából azt akartak, hogy a régi rajongóknak lezárják, és ugye mindenki ugye az újat szokja meg, de nem volt fölháborodás, mert úgy érzték, hogy tisztel, ugye a régi kapitány eltemet, az új kapitány eltemet a régi kapitányt, úgymond. Tehát ugye meg, hogy a... Ez mondjuk egy szép dolog volt, az ötletes volt, jó, meg úgy csinálva. Már maga ez a... Ugye két nagy alak, ugye, amikor a faháznál kezet fognak, az is egy ikonikus jelenet, ugye, hogy a két nagy kapitány, ugye, két nagy sci-fi ikon, úgymond. Igen, és ott van Malcolm McDowell, akit nem tudom, ismersz a videóval, nem még remélem, hogy bemutattam a Honikus Narancs, ugye egyik ikonikus szerep, ha jól emlékszem. Malcolm McDowell nagyon jó színésnek, ugye ebben ugye ő volt a Soran, ugye ő volt a tudós, ugye ebben a szerep nem volt jó, tehát amit igen, kapott. Igen, én is azt mondom, hogy ez a itt a fő gond, a szerep, meg a forradók, tehát egyébként ez egy nagyon jó rész lenne akkor, az egyik legjobb fagyom. Az a pusztítani, mert egy őrült tudós, hát ez hülyeség. Igen. Ha ezt megoldották volna, akkor még ott a Kám mellett akár ez a rész is ott lehet. Igen, ikonikus lehet. Igaz, ilyen, mint a Batman Begins, hogy újraindítjuk, tudod, csak a Star Trek-et. És egy ilyen drámai, egy ilyen, sőt, mert ez elmondod, hogy nincsen, ugye, ennek, tehát ez az, aminek nincsen happy end-je a végén, ugye, mert meghal ugye a kapitány, ugye meghal ugye körkapitány, ugye meghal. Igen. Hát azt már mondtuk, hogy a temetéssel, ugye. Igen. Ugye ennek nincsen pozitív vége, viszont nem, inkább olyan szomorkás vége van, inkább ilyen édesbús vége van, de... Majdnem, mint a Birodalom Visszavág, hogy egy kis párhuzamot vonjunk, nem? Mint a Birodalom Visszavág, majdnem. Igen, ilyesmi, igen, de azért jó volt. Ez egy jó, egész jó rész volt, nem legeslegjobb az egyiket. Na most elkezdtük az új generációnak a talán egyik legjobb Star Wars, a Star Trek első kontakt, tehát a First Contact, de első kontakt. Kapcsolatfelvétel, igen, érdekesen folytották magyarul. Igen. És ugye ez a film egyik, a rajongók, tehát rengeteg fórumot is olvastak, ezt tartják a legjobbnak az új generációs Star Trek-ek közül. Ugye ez 96 novemberi film, itt ugye már még úgy sem volt az effektek. Egy kicsit jobb, mint az előző, még számomra itt is azért a forradókönyv lehetett volna jobb, de viszont a színészek itt is remekelnek. Patrick Stewart újra jó, James Cromwell, nem tudod, ismered el, nagyon sok ilyen kosztümös filmben, vagy például most a királynőben volt, vagy most az amerikai horror story sorozatban. Ő egy nagyon jó színész, ő is bejött, ugye. Én nem is tudom, már kitalakított. Kicsoda? Jonathan Frakes, ugye ő is rendezte a filmet. Ja, igen. Ő is rendezte, és ő volt a forgatókönyvről, és ugye látszik, hogy ő viszont ugye William Shatner ellentétben ő tehetséges forgatókönyvös rendező, tehát neki van tehetsége erre. Hát az látszik, mert itt azért nem még jó is, olyan mélyben nem süllyed ez az epizód. Igen, és teljesen, tehát 45 millió dollár volt a költségvetés, és ugye 147 milliót hozott, tehát is teljesen akkor, ez talán még eddig ez a legnagyobb, nem? Ugye az eddig mennyi is a hányadik film? Ez, már nem is tudom. Ez most már a 7, új szolgatot adunk. 9, ugye? 9. igen, ugye most a harmadik, tehát 9 filmnél tartunk, és ez eddig a legdrágább szálltak, ugye most már ugye úgy, hogy most már pénzösszeg is kezelt a mai napon, 96 az nem volt. Talán a legtöbbet is ezt hozta, ugye? Vagy valahogy így. Igen. Mert akkor ugye rengeteg elhozott, és ugye ez még laserdisken is megjelent meg ugye videókazettán, de aztán később DVD ugye Blu-ray, és ugye ott is ugye rengeteg elhozott, azt hiszem ugye még hozzátette az is még 100 millió. Hát igen, ez egy egész jó rész. Hát ugye ez még ugye azt adta ugye az embereknek, amit még ugye ezt egy sci-fi-től várok. Ugye itt volt egy kis dráma, de nem annyi sok humor volt benne. De ez is jó vegyítette az arányokat, visszatérte ez a... De voltak a Borg királynő, meg ugye a Détának a játéka nagyon sötét és komor volt. Amikor igazi igen, azért mondom, hogy ez jó vegyítette, de nem ment el egyik is arányba se túlsúlyba, vagy nem ment el paródiába, szóval... Nem volt semmi, volt benne egy-két poén, de volt benne, az olyanok jók voltak. Úgy, mint egy Marvelben. Mert
hogy itt is itt találkozik ugye az emberiség először idegált, hogy a 2063 április 4-ig ugye itt találkoznak először ugye a emberek hát igen, ezért az a címe, vagy kapcsolat felvétel. Ugye, ha ez nem valósul meg, ugye, akkor az emberek ugye ott nyomorodnak azon a harmadik világháború, által atomháború sújtott a Földön. Tehát valószínűleg sok, nem, annyit sértek volna el, mint ugye azt, olyan, amit ugye látunk később. Igen, de ez is érdekes, hogy ezt a harmadik világháborút is belevitték a Star Trekbe, ugye, igen, mert ezt mindig vizionálták utána, ugye, azért volt, ugye, azért van, mert ugye, hogy mennyire ugye háború, mégis a Star Trek sorozat, ez nem, hogy egy legnagyobb háború ellenes sorozat meg film. Hát igen. Ugye erőszak ellenes, úgymond, teljesen. Az, amiket nem tettünk is, az is mutatja, igen. Meg ugye a vallás, ugye a vallások nagyon tolja, úgymond. Nem is annyira erősen, de ugye azért a... És ugye a általában véve vett tolja, tehát nem az, hogy most egyre rámegy, hanem csak, hogy vannak egy pozitív hatásai. Keresztet, csak úgy mutassa, hogy a vallás ilyen szép is tud lenni, és ez a parlen a lényege. Tehát ugye azért a vallás, ugye benne ugye... Ez szerintem nincs gond egyébként így, ilyen szempontból. Nincs teljesen, tehát ugye teljesen ugye nem tolja rá, hogy aki nem vallásos, vagy esetleg ne, egyáltalán nem, vagy esetleg nem vallásos, vagy, ne, vagy más vallása van, az is teljesen meg tudja ízni, csak ugye inkább ugye a keresztény vallást ugye ízni, de más vallás is teljesen elenged, mert ugye ebben a világban, ahol játszik a szár, ott mondja nincs gyűlölkedés, úgyhogy már mindenki egyforma, ugye mindenki egyenlő. Ugye, hát igen, most már. Ugye, most vagy az emberek ott ugye már, ugye ott annyi a különbség, hogy a fajok közti különbség, tehát hogy a ember meg a többi, de azon kívül nincs semmi nem számít, hogy ki milyen vagy. És ugye végülis ez teljesen pozitívan mutatja. Nem is egy fontos, igen. Elem, ezt most is hangoztatják, főleg az Európában, európai időben. Mozikban, igen. Csak hát megvalósítani nehéz. Yeah. Igen, mert ugye amerikai filmben még, ott még konzervatívabb, kicsit de, talán a sorozatokban, ugye HBO sorozatokban ott ugye kicsit ugye merészebbek, úgymond ott jobban engednek, ugye de ugye a filmben még mindig a politikai korrektség az nagyon belefigyel. De a lényeg, hogy visszajön a Star Trek, hogy most a Star Trek űrlázadás, ugye a Star Trek indult. Na, erre, ezt nem is tudom, hogy amikor láttam már, de ez nem valami jó rész, nem? Nem jó rész, ezt én sem szeretem, ugye itt is Jonathan Frakes volt a rendező, amit én nem is tudom, sokáig nem is tudtam, hogy ő rendezte, azt hittem, hogy ez valami megint ilyen filléres rendező csinálta, hogy nem jó, de nem, ezt ő csinálta, de ez nem jött össze neki. Uh-huh. Ugye ez 58 millióból készült, és jó volt, mert 112 milliót hozott, de... Hát mondjuk sikerben nem akkor, amit az előző része. Nem lett akkora jó, én annyira nem szerettem ezt a filmet, hogy ez egy 98. december 11-től film, tehát ez egy újabb film már. Ez de... már látványosabb volt? Nem emlékszem most. Látványosabb jó volt, de nem volt igazán összelepvetően, tehát meg ugye a főgonosz karaktere sem volt igazán elég karakteres, nem adott hozzá semmi plusz szerintem a filmhez. Uh-huh. Ráadásul az effektek azok nagyon jók voltak, de hát most egy ilyen 100 perces filmben volt egy ilyen 2-5 percnyi akció, hát az kevés volt. Ja, hát igen. Úgy lehet jó, lehet percet csinálni, csak 5 percet kell rászánni. Igen, nem, itt nem azon volt a hangsúly, meg itt inkább meg elmélkedős volt, meg ilyen politikai, meg úgymond ilyen erkölcsi dolgokról volt benne szó. Gondolom, te is láttad azért annyi anyagokban, nem tudom mennyire emlékszel, hogy ilyen erkölcsi. Hát láttam, csak már elég nem emlékszem rá. Tessék? Én elkölcsökről tanítottam. Ja, igen. Hát mondjuk valami szinte az összes Star Trek film, és annak sorozat is, amit te is mondtál, az elkölcsök vonásosság általános tematikában. Igen, ugye, de ez talán még jobban. Ez jobban rá fog. Ez már sok, tehát meg ez jobban. Szinte már engicses volt? Vagy? Igen, itt már kicsit gics faktor befigyelt. De azért szerintem még mindig meg lehetett nézni, egyszer megnézhető, aztán valaki nem tetszik, akkor elfelejtjük. Ez kicsit ilyen, megnézzük és már felejtjük is. És akkor most utolsó ugye a Star Trek, ugye a régiek, ugye új generáció, de a régi Star Trek nevezés. Na nem tudom, ezt tanul láttam is, kicsit emlékszem rá, azt mondom, hogy nem volt olyan jó. Pedig ugye ott volt. Teljesen, tehát ez ott volt ilyen Tom Hardy, meg ott voltak ilyen klónok, hogy nem is tudom már mi volt. Igen, klónok voltak, meg ugye a Romulánok, meg ugye ezek a Rémánok, ugye ezek a félig vámpírok. Kicsit túl spirázták, már gagyi is volt sokan, pedig hát ugye 2002-es filmről beszélünk. Sehol csak ebben a filmben ugye ezek a Rémánok, tehát hogy ezt hozzáköltötték ez a filmhez. Ja, akkor azért is tűnt a műnek, vagy nem tudom, művének, főleg az előző Star Trekhez képest. Igen, ez 60 millióból készült, és 67 milliót hozott, tehát csak 2 millió volt a... És annyira megbukott, hogy ugye a Paramount Pictures ugye el is akart adni a... Jó, de Amerikán kívül nem is nézték nagyot. Az... És Amerikán kívül nem nézték meg, nálunk sem volt bemutatva, csak videókazettán jött ki, meg DVD-n, sokan meg sem nézték, és még a legnagyobb kocka rajongók is azt mondják, ennek a filmnek van a hibája, tehát akkor tényleg nem jó. Uh-huh. Hát nekem sem nagyon jött be, meg maga az egész. Én nem értékem többre 30%-nál. Uh-huh. És csak azért sem, hogy az effektek legalább szépek voltak a szemben. De ez viszont kevés szerintem, hogy jó film ez. Nekem legalábbis kevés volt, de mondom neked is. Hát persze én is így vagyok vele, persze.
És neked sem maradt meg annyira, mert őszintén szóval én csak nagyjából emlékszem, mert nekem is. Hogy kiment a filmből, mert nem igen, igen, épp ezért. Azt tudom, hogy nem volt jó. Whoopi Goldberg is volt benne, azt tudtad? Igen, igen, igen. Meg a Ron Perlman, nem kis nevek voltak pedig benne, meg megint Jonathan Frakes, Tom Hardy. Ja, Patrick Stewart, szóval egy furcsa, hogy így meg tudod bukni. Két-három percet szeretnék, csak azért van benne, hogy valaki beüljön rá. Ja, hát igen, ez ilyen nézőcsalogató akkor. Kameók, igen. Igen, igen. Hát ez olcsó trükkökkel élt akkor a film, szó szerint is, hogy mondtad, meg. Ez, hogy tényleg így színészeket egy-két percet csak azért behozni, mert hogy majd pénzt hoznak. Ez nem egy szép dolog, igen. De az új újraintás ott már más volt a helyzet, ugye? Igen, és most eljöttük ugye a reboot hozzá, hogy az első Star Trek, a J.J. Abrams 2009 Star Trek, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, de akkor te is mondom, mi a véleményed erre a filmet, tehát mennyire tetszett az újraintás, hogy tetszett ez a modern Star Trek, ez hogy tetszik neked? Hát mondom, nekem az egyik kedvencem, ugye a régi, ugye az első kész Star Trek mellett, vagy után, szerintem. Hát egyrészt, hát aztán az egyik talán látványosabb majdnem, sokan írták is, hogy az új résznél és tavalyi résznél még annál is látványosabb lett. És nem úgy, hogy a tolakodó van, érted, hanem tisztességesen, meg úgy, hogy abban volt látványos, amiben logikailag felépítettek, meg technológiai elmagyarázták a filmet, és akkor azért nézett ki úgy az, ami. Szóval jó meg volt csinálva. A régi szereplők jól lettek váltva a fiatal énükkel, hogy így fogalmazzak. Külsőre is hasonlítanak valamelyest szerintem, legalábbis körülbelül ugye, amire elképzelhetnénk, hogy a fiatal Nimoy meg a Shatnerre. Színészileg, karakterügyileg is jó nyomták. Ez már a többi karakter, ez a Sulu, ugye, akkor ott van ugye a Chekhov, meg ide, nagyon hasonlítanak ugye a régi színészekre, meg ugye a játékok is ugye próbálták ugye levenni ugye a játékokat, ami szerintem elég jól sikerült. Igen, főleg a Zachary Quinto, ugye ezt fogkot alakított, az nagyon-nagyon hasonlítanak. Hát, talán még jobb is, mint a fantasztikus Star Trek-re, jobb, mint a Zachary Quinto, szerintem jobb volt, ugye, mint Leonard Nimoy, szerintem kicsit modernebb volt a játék, jobban ide. Na minim ugyanaz a szintet, olyan jó hozta, és mégis hasonlított valamennyire rá, de ilyen frissen hozta igen, magát a szerepet. Igen, hát ugye lenne jó, hogy benne van az öreg Spockként, ugye benne van szerepet. Benne van egy rövid ideig, igen. De neki legalább nem csak kameó, azért, mert fontos, tehát ő narrája is, az egész sztorit is gyakorlatilag, meg az értelmét, lényegét is, meg, igen, meg magát a történetet. Igen, mert igazából, aki lekezhet, mert nem tud, egy alternatív Star Trek univerzumban játszik. Tehát ugyanazt élik meg, mint a régiek, csak egy másik, egy párhuzamos univerzum. Igen, másik időség, vagy nem tudom, más, igen. Igen, párhuzamos univerzumban, ugye, ami ugye történik ugye a film elején, ugye azt mondom, mindenki látta már ezt is. Hogy, hát igen, most már 5 éves film. Igen, a Romulának ugye csinál, ugye a... Már Romulának voltak a régiben is, ugye valamelyikben? Ott is ugye a Romulának voltak, ez ugye a Nero, ugye a Romulán ugye parancsnok, ugye ő csinálja ezt a... Csak még az első részben ugye ez nem sikerül, ugye a régi, ugye a Star Trek One Piece-es. Igen. Itt meg ugye az elején már rögtön ugye megölik a körkapját, ugye fölrobb a űrhajó, és ugye igazából az első részt dolgozták fel, egy remake, meg egy új... Hát igen, valamilyen szinten. De aztán még olyan vonalat vesz, ami teljesen új dolog. És a zene is tök jó lett, mert azt nem említettük ki a korábbi részeknél, de például az első egy-két résznek ugye a fő téma is nagyon jó volt, de ugye azon kívül nem volt olyan érdekes, olyan érdekes. De nem volt annyira, de a Star Trek zene sosem nem egy olyan... Igen, de itt a 2009-esben szerintem jelentősen feljavították. Igen, volt, ugye. Meg benne volt ugye a régi elem is valamelyest, a téma, de felújították a zenét is, és tök jó adották meg. Régi taktusok voltak új elemekkel, meg a gonosz, a Nero is ugyan, hát ő, ha valami szempontból lehet klasszikus gonosznak, mert nem annyira van így árnyalva, de azért az elég van elég jó hozta. Nekem főleg az első felébe tetszett a filmnek, végén már kicsit túl ez a bosszú, meg ripacs, meg bosszút akarok, meg mit tudom én. De igen, elfogás, jobb volt, mint az előző, nem tudom, öt film gonosz, az biztos. Igen, tehát teljesen jó, meg ugye kellemes csalódás volt, tehát én úgy ültem rá, hogy igazából nem bántam úgy semmit. Na és így volt egy nagy csalódás volt pozitívan, főleg, mert én még nem is ülésre úgy álltam ám hozzá, hogy ja, itt vagy csalódni fog, vagy negatív, vagy pozitívan, csak így beültem, na nézzük, mit tudnak itt az újraindítással kezdeni. És ugye ez volt a legdrágább Star Trek film eddig ugye 150 millió dollár. A tavalyinál is drágább volt? Nem, annál nem, de ugye akkor a 2009 évben volt legdrágább, és ugye 380 millió. Milyen, Zoe Saldana, vagy Saldana, sosem tudom. Yeah. Igen, és ugye mindig ugye én nekem leírom magamnak ugye filmekre szart az adatokat, azt én nekem megvan ilyen Péterben az egész. Ilyen az Avatarról volt, meg most ugye a Galaxis őrzőből látszik, imádja ezeket a szifiket. Igen, nyilvánvalószínűleg ugye... Még nem egy nagy tehetség számomra, mert mindig nagyon ugyanolyan kaliberű figurákat alakít szinte majdnem, vagy nincs nagy különbség, nem ez a kicsit harcias, férfias nő, akit hát valaki mindig megszeret, ugye, egy filmben. Igen, ő neki ez a profilja, ugye. Yeah.
De nincs vele gond igazából, csak hát az, hogy egyszer jól lenne látni kicsit más. Meg volt más film abban is, az, ezt nyitotta más ilyen akciófilmek. Hát a Chris Penn is ugye mégis mindig ugyanolyan majdnem. Hát igen, ő is, úgy mondod. Ő is azt szerintem azt mondom, nem olyan rossz ebben a filmben, de mondjuk ugye nem annyira emelkedik ki, mint a Bana vagy a Zachary Quanto. Egyik ezt tudod, hogy a Zachary Quanto az is nemrég egy két éve, amikor most nemrég egyszer olvastam, hogy két éve, nem tudom, amikor az is coming out volt. Igen, igen, őnek is ugye ő is benne, de ez semmi nem olyan lesz. Na tess, ne, engem, nem, azért csak azt én is érdekes sikém mondtam. Én meg is lepődtem, mert nem gondoltam annak. Obama adott át neki valami, nem tudom, valamilyen ilyen elismerést, ugye medált, ugye miután, hogy kiáll, ja, tehát ja, ilyen büszkeség medált. Hát egyébként mindig jobb az, mint hogyha mindenki tudja, de akkor is rejtegeti. Tehát abban mindig valami negatív jön ki, akkor érted, igen. Hogy... Na vajon miért? Mit csinált? Valamit lehet, hogy persze hát, mert ugye szóba hozták, hogy is több színésznővel jár, de hát tényleg járt is színésznőkkel, csak aztán végül a férfiak megkötött ki egy. És ez, ő ezt el is mondta egy ilyen. Egyébként a látvány az másik. Comic-Conon volt. Comic-Conon. Ja igen, másik nagy érdem a látvány a filmnek, az tényleg az, hát az egy, mondta is milyen drága volt, szerintem mennem, hogy talán még a tavalynál is, legalábbis ha az összképben nézzük, mert van egy kitehet a tavalynál, ami persze jobb, de... Látványban, de ilyen összkép, azt szerintem talán még ezt... Meg újra, nem értelmezi újra a sci-fit teljesen, de magát a Star Trek-et azt tényleg egy kicsit úgy indítja újra, hogy egyszerre hozza vissza kicsit a régi feelinget, meg egyes karaktereket, meg mégis felprisíti a sztorit ezzel az alternatív univerzum, vagy ilyen idősikkal, vagy párhuzamos, mint ahogy is mondtad, párhuzamos dimenzió, vagy nem tudom minek lehet, vagy galaxis, vagy minek lehet ezt mondani. Hát ilyen teljesen rebootolja az egészet, ugye újraindítja úgymond az egész univerzumát, de tiszteletben tartja a régit is. Tehát hát igen, igen, igen. Ez a jó, amikor ezt így meg tudják csinálni, ezt az arányt nagyon meg tudják tartani, mert ezt nagyon kevesen tudja. J.J. Abrams azért, ő azért látszik, hogy ő szereti a filmeket, nagy kocka, nagyon, és tiszteletben tartja. Hát benne van szíve, lelke, az látszik. Nem a pénzét csinálta, ugye vannak nem, olyanok nem is. Nem a lóvéra megy csak. És ez is két órás volt, de nem, elsiklott ez a két óra. Jó, mintha csak egy órán, ha úgy végig. Ja, hát körülbelül egy másfél óra, igen. És most elkezdtünk ugye sokat tényleg ezt mondják, hogy összes Star Trek az a leg és legjobbnak, hogy Star Trek sötétségben című film. Ez tavalyi 2013 májusi, ugye ez a legfrissebb, és ugye 185 millió dollár, tehát ez lehet drága Star Trek eddig még, ugye 185 millió dollárjában, ugye mert ez már... 185 millió? 185 millió, igen, és ugye ez már 3D-s is ugye alapul, ugye úgy készült a 3D-be, és ugye ez már ugye 500 millió dollár. Én nem úgy láttam, de nem is annyira bánom, mert manapság nem annyira szeretem a 3D-t. Én sem nem vagyok oda, de ugye ezt már alapul 3D-be forgatták, valószínűleg az is volt gyártába gyártási költség. Tehát ugye technikailag úgymond ez a legtechnikásabb, ez a legjobb technika. Hát igen, vannak benne olyan jelenetek, hogy űrhajókkal leginkább. Tanítani lesz forrelezzük talán, még mert nem olyan régi film. Ez még nem annyira régi. Az űrhajók annyira jól megvannak ilyen koreográfa azok a jelenetek, amikor ilyen úgymond űrhajós akciójelenetek vannak, hogy így fogalmazzunk. Ez nagyon látványos, meg az elején is ezek a merényletes jelenetek. Jó, meg jó megkoreografálása is. Tehát tényleg komoly sötét, főleg az ja, igen, hát az is sötétségben. Főleg, hogy a 3D-ben nézed. Láttuk ugye, hogy a kicsit látjuk a... Hogy élnek az emberek ugye ebben a jövőben, ugye elején ugye mennek az a családok. De az is tetszett, hogy egy kis ilyen társadalmi ív mutatta meg azt, hogy milyen az élet, meg hogy milyen félsz, ott is volt egy kis ilyen hidegháború feeling olyan szempontból, hogy mindig volt is félsz. Igen, ugye. Meg azt is mutatta, hogy az egyszerű emberek azok úgy élnek szenvednek, tehát nem jobban élnek, mint most. Hát meg ugye féltek a nagymenők, meg a vezetők, ugye attól, hogy esetleg itt valami kibontakozhat, kirobbanhat. Ugye egyrészt a milyen háború, mindig ezt kellem, ami állítok majd a harmadik részben pontos, tudod a... Dominum. Igen, azt mondom, de konkrétan a népnek most nem tudom szemben, nem mindegy. Klingon, igen, azt akartam. De ugye abból tudjuk, hogy a Dominum is ilyen, amikor igen. Meg hát ugye jött egy szál, ami annyit elmutatunk, hogy szintén egy olyan szál, ami megint az előző rész után a régi film. Ugye mit kezdenek vele? A régi filmekhez akarnak ugye visszanyúlni, egy nagy karakter visszatér. Nagyon komoly szám, ugye nagyon sötét és ugye komoly szám, hogy nagyon sokan meghallnak, ugye az volt az első szálnak, hogy olyan háború, amiben ugye a föderátus úgy van, hogy ellenes a harcoltak ugye katonaként, nem pedig ugye vége őreiként ugye harcoltak. Igen. Ugye milliók haltak meg ilyesmi. Tehát, épp azért várják sokan, hogy mit fognak majd ebben megoldani. De ugye ez az új, van ez a visszatérő régi karakter is nagyon ütős volt, akit egy híres színész játszik, most nem fogunk elmondani. Ugye. Az egyik, most nagyon sokan vannak benne, ugye itt Alice Eve, az ugye leginkább romantikus figyeltőkből, meg ilyen kalandfilmekben, meg ilyesmikben szokott lenni. Akkor a Carurban, amikor aztán az előző részben is volt, csak nem volt akkora szerepe, mint ti. Igen, ugye a Benedict Cumberbatch. Ugye ő Smognak is a hangja, ugye, meg ő. Meg itt is, ugye a John Harrison.
aki kicsit megváltozik így a film során, mert van egy ilyen karakterváltozás, fejlődés, nem változás, hogy így fogalmazzunk. Végül ugye visszatér megint az öreg Spock, ugye? Igaz, hogy megint csak egy... a szerepet, hogy szerintem ő tényleg... Ez egy újabb ilyen emlékezetes szerep, meg karakter, hogy mondjam, ugye a régi idők után. Igen. És hát ott van a... Nem teljesen gondosságból csináltak, hogy az kiderül a filmből, ezt nem mondjuk, de hogy miért csináltak, ugye volt oka rá. Ja, hát igen, nem, az a másik, hogy nem egy olyan gonosz, aki ilyen a tipikus bosszút akarok, meg csak úgy gonoszkodok, ez a ripacs, amit te is mondtál, hanem egy árnyaltabb, és sokszor olyan képzéskorai van. Szóval a kutyával azt letörni, tehát ugye ködön belül. Kicsit olyan majdnem, mint a Joker, hogy hiába volt ugye, a film, Batman filmben, az elgondolkoztak rajta a mondataim, és sokszor így majdnem igazat gondoltam. Az ember így azért elgondolkozik rajta. Újra visszatér a Nimoy, de most talán kicsit kisebb szerepe van még, mint az előző filmben, de legalább visszatér. Tehát itt tényleg majdnem kameót. Csak egy ilyen izé filmbe szerepel, egy ilyen hologram filmbe, egy pálpát, amikor beszélgetnek. Simon Pegg most nem tudom, az volt az előzőben? Ja, volt, csak olyan keveset szerepelt, volt, vagy... itt is volt, de előző, itt most többet volt. Volt csak a jeges bázison volt meg a legvégig, itt meg ugye már itt is ugye eltűnik egy kis időre, de azt ugye a vége felé visszajön ugye. Jaja. Mondjuk azt nem tudom tudni, hogy a nézők, hogy azért szerepel olyan keveset a filmbe, mert közben forgatott egy másik filmet, és csak ennyi ideje volt szerepelni. Már nem azokat a végjátékok, azok jók voltak a... Nem tudom, milyen triógiának mondják, és nem teszem bele, tudod, a Vaskabátok, meg a világ vége. Most... Igen, egy-kettőt ide, de nem mindegyiket láttam például. Ja, meg így az első haláli hullákainál, az is jó. Azt még nem láttam, az még kivaradt nekem, de hát jó. Számot meg, hát ugye az izében láttam legelőször, a Mission Impossible 3-ban, ugye ott ugye a... Mondjuk én nekem az pont nem annyira tetszett az a része a sorozat, nem a második se annyira, a negyedik, meg az első, jó? Én inkább Simon Pegget szerettem, ugye ez a vicces komoly, egyszer volt vicces, mert néha komoly is, ami kellett, és ez nem. Ja, az igaz. Meg itt van ugye megint Zoá Szoldánál visszatért, meg az Anton Jelcsin. Ő nem váltott, szerintem ugyanaz, mint az előző. Hát ugyanaz, azt mondom, hogy hozzá azokat a karaktertípust, amit eddig is. Az Anton Jelcsin, az is talán többet szerepelt, vagy az előzőben volt többet, most már nem emlékszem ki. Ebben volt többet. Ebben volt, ja, igen. Meg a Peter Weller, ő volt a Robot Joe, ezt tudtad? Régen, hát ő a Marcus Admirális. Mondjuk olyan nagy szerepe nincs, mint lehetett volna, de azért egy csavarba benne van. Ő egy fontos karakter, mert ugye ott van ugye a lánya is, ugye a doktor, ugye Karl Marcus, ugye aki a körkapitány, ez később a feleség. Ugye, az Alice, ja, ő lesz a feleség, akkor azt is már tovább viszik, igen, ez érdekes. Igen, ugye Spock meg ugye az izével van együtt, ugye a Oroharadnak, ugye ő a barátnője, ugye, az úgymond, hogy ugye megvan mind a két ugye főszereplőnek, úgymond ugye a barátnőszát itt is behozták, úgymond, amit nem is annyira adja, de... Jó, de szerencsé úgy győzták, hogy azért nem émelyek tőle az ember. Nem fogták még egymás kezét. Még nem nyálozunk tőle, igen. Igen, nem lett egy Gwen Stacy Peter Parker féle izé, tehát... Ja, igen. Meg ez is tényleg egyben volt érzés, sötét a film, de tényleg voltak azért humorosabb pillanat, hogy főleg az elején... Azt jól meg lehet csinálni igazából, csak azt, hogy a szereplők ugye megölje a kémia igazából, azt is jól meg lehet csinálni. De sok minden múlik, abból is lett igényes. Persze, a kémia, a színészi játék, rendezés, jelenetnek a maga, hogy milyen jelenet, amit külön írtak a párbeszédekkel. Hát sok minden múlik, de igen. De itt nem baj, tehát ugye gondolom, J.J. Abrams ugye valószínűleg érezt, hogy ide most minden kell esetleg, későbbi harmadik, vagy esetleg egy negyedik részben. Hát ő az egyik nagy ásza, hogy ennek az új rebootnak, hát ő nélkül biztos, hogy nem lett volna ilyen jó, úgyhogy nem csoda, hogy megválasztották ugye a Star Wars-ba, de lehet, hogy sokan furcsálták. De ugye most a Star Trek 3-at ugye nem ő fogja rendezni, hanem a Robert Orci, akit ugye annyian nem szeretnek, ugye elég furcsa neve is van. Ja, sokan nem szeretik, nem is tudom, hogy gyenge forgató, valami forgatókönyv volt. Hát ugye ő ült a Prometheusnak a végét, amit sokan ugye mérgesekre, hogy elbasztott a Prometheusnak a végét ugye. Az én előzményektől. Most attól, hogy elvágták, és sose értettem egyébként, hogy mit nem szeretnek abban annyira. Hát ő írt át, vagy átírtam, vagy más volt a vége, és ő átírt. Ja, na, ezt nem tudtam, hogy más volt a vége. Hát igen, az egy kicsit olyan az a film, egyébként csak így röviden valamit az vége. Nekem tetszett a film összességével egyébként. Én szerettem. Csak tényleg a vége volt a baj, mint hogyha egy film, mint a Matrix 2, amit egybeforgattak, mint a félbe vágtak. Igen, most de nincs félbevágva igazából, csak tényleg lehet, szerintem nem volt több, és elvágták a filmet, mert ennyi ötletük volt. Hát igen, úgy, és utólag találják most ki ugye a folytatásra, ami jön majd egy néhány év múlva. Amivel ugye szintén nem vesznek élélet, ugye ilyen esetleg élélet filmet. Hát itt azért volt valamennyi a végén. De az nagyon kevés volt, tehát ugye az csak azért volt, hogy mese semmi fog meg, mégis, hogy annyira ne tudjuk már ki arra. Na végig is, figyelj, nem élélet film, nem is az a cím, hát végig is, ha így nézel, akkor annyira nem gond, meg mondta is a Scott már a júnya egy kicsit, így hát azért pár filmet már láthattunk velük, meg ilyen Alien versus Predator, mondjuk azok nagyon rosszak voltak. Igen, de ugye egy univerzumban vannak ezek, persze. Egy univerzum, csak ugye mondhatjuk azt, hogy egymástól távol. Időben kicsit korábban, meg más bolygón, hát igen. Igen, mert ugye nem lehet mindenhol mindenki ott végül, ez valahol reális, mert nem lehet mindenki mindenhol ott.
De azért egy kicsit volt egy kis cameo legalább. Igen, volt. Ja. De ez az új Star Trek-ek, ezek tényleg nagyon jók. Értünk, úgy látom, hogy elfogytak a Star Trek-ek. Na most azt mondják a harmadik részre egyébként, hogy hatalmas lesz, na mondta a... John Cho, aki a Sulu-t játszott, az is egyébként nagyon jó lett, a régiben is szerettem a Sulu-t, de itt ő volt ugye a Freddy Krumárban, a Freddy tudod, az a füves vígjáték, nem tudom, hogy ez a Freddy, nem tudom, emlékszek rá most. Akkor mennek a Michael Sulu étterembe, azt nem tudom látni. Nem emlékszek, szóval nem láttam. De ő mondta, hogy nagyon... Egy amerikai vígjáték, hogy egy ilyen amerikai komédia, olyan is, mint az amerikai pitát, tehát a fiatalokról szól. Azt mondtál, hogy egész jó lesz, álltok az a harmadik rész, nagyon, legalábbis nagyon epikus a forgatókönyv, meg nagyon tág olyan értelemben, hogy sok minden stílus is keveredik benne, mindenhát meglátjuk. Akkor Harold és Kumar majd itt lesz az első, nem? Harold és Kumar az a két rész is van már filmben. Hát így már lehet, hogy ismerős, lehet, hogy az elsőt régen láttam. Figyelj, nem egy olyan nagy dolog, a 120 perc, a 190 perc filmnek annyi a lényege, hogy egy éttermet akarna megvesz, hogy végig befüveznek meg, és tehát egy ilyen röhögés, egy füves film. Ja, az jó. Füves film, úgy van, tehát ez az amerikai bugyuta vígjáték, de de azért meg lehet nézni. És ugye őt itt ismertem meg, és annak idején, hogy 2009 Starterben bevallgattak, akkor én örültem neki, mert szerintem teljesen jó a Sulu szerepére, nagyon jó. Nagyon tetszik. Azt mondta, hogy még csak próbákon voltak, jelmezt próbál. Kivélt Japán, ugye, de mégis van egy vicces, kedves oldal, de... Hát ő is jó hozta a régit, mert ugye az nagyon kimért volt. A régi. Jó, most egy kicsit humorosabb oldalát mutatta be. Ja. De jó, de teljesen, amiket eljár, ez volt a szerep, és eljátszott biztonságosan szerintem. Csak ugye én a rendezőtől félek ugye kicsit a Robert Ortega, ő lesz a rendező, meg a forgatókönyvös egyedül. Bár nagyon dicsérgettem most az a Cho is, hogy de hát mindig ezt csinálják, tudod, a marketing egész. Most mondja azt, hogy szar, amikor kapok összet, és lehet, hogy százalékos részesedést kapok, akkor meg főleg nem. De sem mondhatnád azt, hogy szar, amikor kapsz egy csomó pénzt a filmért, esetleg vagy ilyen burkoltam, mert sok sztár ugye úgy mondja, hogy megkérdezik, hogy mennyire tetsz a filmet, hát én meg vagyok felelégedve, és az ugye nem mondtam is, érted. De hogy neked is tetszettek ezek az új, a rebootolt részek akkor? Hát szerintem igen, én szeretem őket. Mert nekem így a régi első két rész, mert ezek a kedvencek, meg valamelyest, amit mondtam. Szeretem mondjuk egy Star Wars, vagy ilyesmi, de annyira én sem. Mondjuk én, ha én külön nem tudom értékelni nagyon, én az egészet kéne értékelni, az összes Star Trek filmet, akkor egy erős 70%-ot adok az egészre. Hát körülbelül én is, utána, igen, körülbelül. Igen. Vannak hibái, vannak gyengeségei, de a 70% szerintem erős. Igen, ezek felhúzzák az a 4-5 filmet említettünk, igen, és a többi az meg lehúzza. Hogy a többiért megbocsájtjuk ugye a hibáit. Ha csak egyszer nézzük meg, akkor is. Maximum kétszer, de akkor neked 70%-at adhatunk rá, azt mondod. Igen, és akkor körülbelül így, hogy mondod, most így belegondoltam, akkor így, hát így az egységesen, igen. Ezeknek a jobbaknak olyan 80-85, a jobbaknak, rosszabbaknak meg ilyen kevesebb 60-50. És összességében 70-et megjel az egész hozzá. Ezt akkor körülbelül igen. Na, az új filmet majd 2016-ban várod, te is. 16-ban lesz, nem 17? 16-ban lesz, 16 május. Három, persze, ezek után főleg. De az már csak 3D-ben azt olvasnak, csak 3D, ugye csak 3D-s kamerával csinálják, ugye csak 3D. Hát valószínűleg lehet, hogy nyomják meg 2D-be is, attól még. Amúgy lehet lesz, hogy jelben mondják, hogy csak 3D. Én úgy láttam az előzőt is, ugye. Ez amerikai, inkább, tudod, Európában mindig van 2D-s kopja. Ja, értelek. Ja, Amerikában lesz, hogy ott minden nyomjunk 3D-be, mert... Jó, de ott olcsóban jött. Az is igaz. Meg lehet, hogy jobb a technológia is, mert nem olyan sötét a szemüveg, mert én beszéltem ma itt az új, nagyon jó minőségű Uránia moziba. Az úr mondta, hogy Amerikában tele van ilyen IMAX-el, jó minőségű minden. Nálunk IMAX nem nagyon van, meg az IMAX csak nálunk nem, de Amerikában tele van, és nagyon jó minőségű a 3D is, ott nem olyan sötét a képviselő. Nálunk itt a mozi, hogy valók, olyan brutálisan sötét a 3D, mondta, itt az éjszakai lehetben semmit nem lehet, és napolyatos épp fogy. Nem tudom látni ilyen a 3D-ból. Én a Prometheus néztem, és ott amikor fényes volt, ugye, akkor még elviseltem, akkor sötét volt, ugye, azért ez az halál volt. Nem látod, hogy kijön veled. A Hobbitnál ugyanígy körülbelül. Hát még azért egy fokkal jobb. Szívtad a fogad, mert ezért gondolom nem ingyen nézted a testet át azért. Persze. És a 3D-s egy az nem olyan olcsó. Na most szerencsére az új mozinál már olcsó lesz, hogy itt ugyanannyiba kerül. Jobb minőségű a technika, mint a plázában, és ugyanannyiba kerül a 2 és a 3D. Plázás mozik elég szarok mondjuk, ezt mondjuk én, és ez tényleg nem is, de tényleg a legtöbb plázás mozik, majd éppen elfogadom. Igen, ez most nem, ez az új, nem is plázás. Szóval ez jobb, de a szemüveg még itt is sötét. Szemüveg még itt is sötét, nem, ez magáncégünk, mert több hárosban sikeres volt itthon, és jó döntöttek, hogy itt is sötét. És olcsó, hát ilyen, most 7.90 volt két hétig, amikor nyitott. Remélem, akkor lesz... 1200 meg 1500 meg ilyenek. Hát azért mondom, 7.90 és a 3D is. És... Hát, és hát fél ár gyakorlatilag, sőt. Ja, azt látod, te is. Hm?
Ti használtok voltál filmet? Persze, onnan óta, egyszer nyertem egy premiér, ahogy csináltam ugye videót, premiér, megmutattam a mozit is egy kicsit. Ugye a premiért láttam, hogy az ingyenes volt, mert nyertem rá egy dupla jegyet, tehát város helyet, és akkor elmentünk ketten. A második film az meg a 7-9-en néztem, ugye ez még a két hét premiérben volt, volt a Digland. Az első az a Majmok volt, mert szerintem forgatták Pécsen, ugye a Majmokból, ami nyújt nyáron, kettő. Igaz nem volt. Nálunk itt volt ugye itt Budapesten, nekem is, hogy ez egy multiplex mozi, csak nem ilyen mainstream, hanem egy ilyen magáncégnek a multiplex mozia, egy bevásárló központnak a saját mozia. Igazából a városokatónak a saját mozia, nem Cinema City vagy ilyesmi, tehát nem egy ilyen különbség. Ez nem az, épp azért olyan jó volt a szemüveg is állítok, ami 10-15 ezerbe kerül, míg a Cinemás meg valami, valami 1000 forint. Nálunk a 3D, most már új 3D van, most a régi sötét volt, de az most már nem. 500 forint a szemüveg, és ugye csak a használt idén nem lehet elvinni utána, nem tudom átadni. Amíg ezt itt se lehet elvinni, a plázán ugye el lehet vinni. A szemüveg viszont olyan drága, hogy nem adják oda. Hát ezért itt is azért nem adják oda, ez egy jó jellő, ilyen szempontból, hogy akkor tudod, hogy ez érdemes. Amikor adják a szemüveget, és ilyen 300 forint, az tudod mennyit ér az a szemüveg. Hát a flázásra mondták, hogy ilyen több 100 forintos, csak azt mondták utána, hogy... De a haza is vihetem annyit is, de egyszer használtad kezdve. Hát igen. Hát úgy adják oda volt, hogy tele volt gulanyomat, olyan ismerős a mesét, és ugye a ismerős. Tőle. Nekem is ismerős, meg karcos. Meg... És szemgyulladást kapott tőle. A lelkit jól fertőzött. De hát ez egy komoly dolgok szerintem ezeket. Ez tudom. 1500-2000 forintében az meg már tisztítsák legalább, nyomják át az valami fertőtlenítőn. Hát igen, erre köthetnének, figyelhetnének, kis alap dolog lenne. Szerintem ez a minimum lenne, ugye. Na, az a baj, hogy itt a mozis, ugye, amikor megnyílt, akkor nem volt jó. Amikor megnyílt 2010-ben újra, mert ugye volt ez a mozi már, amikor 98 óta van. Melyik mozid? Milyen neve konkrétan? Pólus. Ja? Pólus mozi. A Pláza? Igen, a Pláza mozi, de magát, tehát saját Pólus. Ez teljesen magán, még 100 éve, vagy 80 éve. Van már körülbelül itt a városban, csak sokszor mindig más volt a forgalom, vagy az üzemeltető. 98 óta van, ugye, mióta a Pólus maga létezik, de a mozi régen ugye a Hollywood Multiplex, tehát az Intercom volt, a Hollywood Multiplex volt, és ugye 2010 évben ugye most már Pólus Tűnk Színháza neve. És azóta ugye sokkal jobb, mert most, és ugye most már tavaly lecsönték végre ugye azokat a régi, még ugye filmszalagos vetítőgépeket, ugye, lecsönték ugye 4K digitális 3D-s, ugye, ami nem mindegy. Na, ja, itt is most van 4K, ebben az új moziba, de kiderül, hogy csak a Hobbit lesz idén 4K, ez nem is tudtam. Hát hogy... a csillagok között. Én is arra gondoltam, de ők azt mondták, hogy nem, mert az csak az IMAX, tehát IMAX-be lehet, igen, de... Nem, sima digitális 4K, és ez itt van. Akkor rosszul tudták, meg én rákérdeztem tőlük, mondom, hogy azt sem, mert ezt úgy forgatták. Hát akkor lehet, hogy nem, nincs annyi kópia, tudod belőle, nem tudom. Lehet, nem tudom. Ezt nem tudom, tudod, hogy izével forgatták, hogy nem digitális kamerával vették, hanem régi 30. Igen, és általában nagyon jó azt mondja mindenki, most a kortárs rendezőtársak dicsérik, szóval az már jó-e. Ugye a képminőségén nem látszik, hogy fel van újfa digitálása, ugye utána hiába ugye cellulózra vették fel, utána ugye a digitális utómunkával ugye olyan, mint a digitális kamerával. Ja, értem. Talán még szebb is kicsit, mint egy két digitális kamerával. Hát meglátjuk. Ja, hát ennyi. Ugye megkérdezem, tehát mit szólsz ez a pletykákhoz a csillagok között, mert szinte semmit nem lehet tudni a filmre, van a bálata is a csillagok között című filmet. Persze, szeretem volna. Mit szólsz ez a pletykákhoz, hogy lesznek benne idegenek, vagy nem lesznek benne idegenek? Lesz benne időt, nem lesz benne időutazás? Valami biztos, mind a kettő biztos lesz valahogy, csak még azt nem tudjuk, hogy hogyan szerintem az én véleményem. És tudtad, hogy Spielberg akarta régen ezt a filmet megcsinálni, igen. Csak nem tudta. És volt, aki azt mondta, hogy nagyot fog koppanni, az akik már látták, hogy ezt a lehetőséget elszolajszotta. Igen, Spielberg azt mondta, hogy azért dobta el, mert ez a film nem ért meg egy mozit, azt mondta, nem tudom, olvastad. Hát most akik látták, azok viszont azt mondják, hogy még sokan szóval azt mondják, hogy Nolan a legjobbja, tehát... És egy ilyen filmet. Viszont a Nolanért meg ugye láttad a potenciált is megverték, mert nem tudom, tudod, hogy sok rendezőnek nem kellett. Azt szerintem azért átalakította a forgatókönyvet egy kicsit. Igen, de hagyod be, a tiszteletből meghagyod benne egy-két dolgot a Spielberg. Azt mondták, hogy a Kubrick meg a Spielbergnek a keverik egy kicsit a film. Igen, azt hiszem, hogy öt sci-fi filmben van összegyűlve, hogy 2000 gyűröd össze a Alien, akkor a... Meg a Spielbergnek az ötödik találkozások, talán a harmadik. Az találkozások, akkor a, ugye igazak, ugye, ami az űrhajózáshoz szólt, amikor ugye mennek váltak az Apollo űrhajókról, meg ugye a... hogy a Apollo 13. Igen, szóval. Tehát ez tehát egy ilyen űrhajózás, meg ilyen idegenek filmekből van összegyűrve, akkor valamely szinten biztos benne lesz ez a szál is, mert ugye, akkor nem lenne ez a filmből összegyűrve. Na biztos, hogy lesz, a 169 perces lesz, úgyhogy...
abba időben szinte belefér, meg ugye nem tudom, tudod, hogy a Matt Damon is szerepel benne, és mert csak olyan jeleneteket vettek fel, amit ugye az idegen bolygón fordítottak. Igen, állítólag valami rövid jelenete van, hát meglátjuk. Hát sajnos el kell mennem már, úgyhogy elment az idő. De köszönjük, hogyha velünk voltatok, és reméljük, hogy minél több Star Trek rajongó lesz ezek után. Élvezetes adás volt, és akkor majd legközelebb folytatjuk, úgyhogy szevasztok, sziasztok!